Sziasztok! Egy újabb különkiadással jelentkezünk, amiben a Mimosa B24 teljesítménytesztjét fogjuk bemutatni nektek. Most is ugyanazon a szakaszon mértünk, mint a tavalyi 5 GHz-es tesztünk során. Ez a légvonalban 2 km-es szakasz az Észtelekom egyik bázisállomása és az Access Point telephelye között helyezkedik el. A B24 kettő darab interfésszel rendelkezik, az egyik egy poézható RJ45-ös csatlakozó, a másik pedig egy SFP ajzat. A kompakt méretű berendezés 30 cm-es antennával rendelkezik, ami 33 decibel nyereségű. Maximális kimenő teljesítménye 4 dBm. Képes simplex, illetve duplex üzemmódban is működni, 20, 40, illetve 80 MHz csatorna szélességgel, akár 256 QMS modulációval. Az eszköz tartozéka egy 48 voltos POET elfedtség, de a berendezés képes 802.3 AT-POL fogadására is. A telepítés során UTP kábeleket használtunk, de ezzel az eszköz csak 100 megabit per szekundumra volt képes, később kicseréltük FTP kábelekre, amivel már gigabiten linkelt az eszköz. Az eszköz telepítése során a gyári szerelőkészletet használtuk, ami képes finom beállításra is. A beállítás során segítségünkre volt a beépített GPS, ami segítségével a berendezés kiszámolta a maximális vételi jelszintet. Ezen a 2 km-es szakaszon egy kicsivel jobb jelszintet értünk el, mint az eszköz kalkulált jelszintje, ami mínusz 56 dBm volt. Mind a két helyszínen üzemel 24 GHz-es berendezés, de az eszközbe beépített spektrumizátor segítségével ezeket észlelni tudtuk, és tudtuk módosítani a beállított csatornákat. De ennek ellenére mégis mind a két irányunk zavart volt, nem sikerült elérni a maximális modulációt. Az alig pár perces fizikai beállítás után tesztekbe kezdtünk, először az eszköz beépített sávszélesség tesztjét néztük. Half duplex 80 MHz-nél egyirányú teszt esetén 1009 megabit per szekundumot, míg kétirányú teszt esetén 1107 megabit per szekundumot értünk el. Full duplex 80 MHz-nél egy irányba 520 megabit per szekundumot mértünk, míg két irányba 540 megabit per szekundumot. IPERF esetén TCP méréssel és 10 szállal mérve egyik irányba 940 megabit per szekundumot, másik irányba 649 megabit per szekundumot értünk el, full duplex 80 MHz-nél egyik irányba kerek 500 megabit per szekundumot, másik irányba 432 megabit per szekundumot értünk el, az annak köszönhető, hogy az egyik oldalt egy kicsit zavartabb volt, mint a másik. Az Equicom által biztosított EXFO mérőműszerrel half duplex 80 MHz esetén 68-as csomagmérettel 125 per 112 megabit per szekundumot, 512-es csomagméret esetén 581 per 574 megabit per szekundumot, míg 1500-es csomagméret esetén 568 per 568 megabit per szekundumot értünk el vele. Full duplex 80 MHz esetén az EXFO-val mérve 68-as csomagmérettel 83 per 93 megabit per szekundumot, 512-es csomagmérettel 299 per 293 megabit per szekundumot, és 1500-es csomagméret esetén 296 per 296 megabit per szekundumot értünk el. Half duplex 80 MHz esetén egy irányba mérve 68-as csomagmérettel 87,5 megabit per szekundumot, 512-es csomagmérettel 858 megabit per szekundumot, 1500-es csomagméret esetén kereken 1000 megabit per szekundumot értünk el, ezzel kimaxolva az eszköz Ethernet portját. Ez volt a Mimosa B24-nek a tesztje. Idén még visszajövünk ugyanezekre a helyszínekre, és folytatni fogjuk az 5 GHz-es PTP tesztünket. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk! Iratkozzatok fel a csatornánkra! Sziasztok!